Átadták a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új főépületét, amelynek felújítása a miniszterelnök szerint történelmi kötelesség volt. A Ludovika felújításáról 2 éve döntöttek, a beruházás 5 milliárd forintba került. A tervek szerint az egyetem építését folytatják, és a rendészeti, valamint a közigazgatási képzéseket is itt tartják majd. Szalag átvágásával kezdődött az ünnepség. A miniszterelnöknek Patyi András az egyetem rektora és Fűrjes Balázs kormánybiztos tartotta a szalagot. Orbán Viktor kérésére Boros Péter volt miniszterelnök léphetett be az elsők között a frissen felújított épületbe. Oda ment a hallgatók álltak díszsorfalat, az ünnepség pedig a kápolnában folytatódott. Örömmel jelentem, a Ludovika készen áll a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fogadására. Fűrjes Balázs apja az utolsó évfolyamon végzett 1944-ben, ő pedig most kormánybiztosként felelt a beruházásért. Azt mondta, egyetlen nap késés és a költségek növekedése nélkül tudták befejezni a munkákat. Egy olyan egyetemi... Patyi András az egyetem rektora szerint az épület maga az eleven magyar közszolgálat, a jövőben pedig egy újszerű egyetem központja lesz. A beköltözés ide, a Ludovika főépületébe egyszerre fizikai és szellemi honfoglalás intézményünk számára. Történelmi kötelezettségnek nevezte Orbán Viktor a Pollak Mihály által tervezett épület felújítását. A miniszterelnök szerint a Ludovika az egyetem méltó főhadiszállása lesz. Azért az egyetemi, amely az átalakított magyar felsőoktatási rendszer egyik zászlós hajójaként a minőségi magyar közigazgatás, a rendvédelem személyi utánpótlását biztosítja majd, és ahol minden diák, minden tanár és professzor az egyetem jelmondatának szellemében biztosan a haza szolgálatában áll. A miniszterelnök hozzátette, hogy az egyetem építését folytatják a következő években is.